Karácsonyra készülünk arra a napra, amikor Jézus megszületett, és a lelkünkben ünnepelünk. Ünnepek ugyan a mindennapok, hiszen egészségben itt lehetünk. Ünnepek a mindennapok, hiszen van családunk, vannak szeretteink, vannak akikre figyelünk, akik figyelnek ránk, akiknek segíthetünk, akik segítenek nekünk, akikről gondoskodunk, és akik gondoskodnak rólunk. Nagyon fontos ez, hiszen az emberi kapcsolatoknak pontosan ez a lényege. Kell az otthon, ahol látod el a szeretet karja. Kell a család, aki válaszol a mosolyodra. Kellenek a barátok, akik melletted állnak, hogy jobban tudj örülni a világnak. Mindig kell valaki, aki el nem taszít soha, akinek mindig őszinte a mosolya. Kellenek a világ csillogó szempárok, amelyek szinte csalogatják a boldogságot. Vigyél hát csak mindig előre, gondolj egy, hogy lehet a szebb jövőre. Míg van ember, ki megfogja a kezed, szíved, lelked, addig nyugodt lehet. Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Vigyázzunk együtt szeretteinkre. Legyen áldott és békés a karácsony, legyen áldás szabon minden egyes családon. Békességben teljen az új év mindennapja, egészségben élje meg azt a falu apraja és nagyja. Egyszer volt, hol nem volt, a földkeresék egyik legszebb helyén állt egy gyönyörű épület. Az épület egyik díszes szobájában, míves asztalon, egy szép, ám fenyőtövisekkel teli koszorú állt négy gyertya. Bár szellő sem rezzen, templomi némaság és áhítat ült a szobában, a négy fényből három csak pislákolva égett. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Így szólt az első. Én vagyok a béke gyertyája, de az emberek nem képesek életben tartani. Nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva dörgés, villámlás támadt, s már csak egy vékony füstölgő kanóc emlékeztette az előbb még pislákoló lángokra. A második gyertya ekkor így szólt. Én vagyok a híd gyertyája. Sajnos az emberek nagy része fölöslegesnek tart. Az emberek már fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. Nincs értelme, hogy tovább égjek. A következő pillanatban egy sóhaj fuvallata hallatszott, ami kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya. Én a szeretet gyertyája vagyok. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe vesznek, és amikor rájönnek, hogy szükség lenne rám, akkor már mindig késő. Mindig késő. Fellobbant, majd elaludt. Felparázslott, és végleg kihunyt. Sok idő telt el, csak a negyedik gyertya fénye égett rendületlenül, s rajzolt kört a mennyezetre szótlanul. Ekkor a szoba ajtó kinyillott. Egy gyermek lépett a terembe. Csendben, suttogva szólt. Jó helyen járok? Itt találom a béke, a hit és a szeretet fényét. Hol lehet a béke, hit és szeretet fénye?
Ezt követően meglátta a három kialudt gyertyát, és felkiáltott. Hát mi történt veletek? Hiszen nektek égnetek kellene mindörökké. Égni mindörökké! Elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, gyermek! Amíg nekem van lángom, újra meg újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Nyújtsd a kezed! Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott, mintha a gyertyák lángja lobogott volna bennük. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit. Lenne, ha meg szeretetről szólna, ha minden ember szívében egy apró gyertya volna. Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne? Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne? Mi lenne, ha így közösen őriznénk a lángot? Szeretettel beragyognánk az egész világot. Az ajándék a szeretet s a kedvesség lenne, ha világunk karácsonykor újjá is születne. Mi lenne, ha a karácsony sosem érne véget? Szeretetben és békében kezdenénk új évet? Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk? Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk? Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni? S mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni? Mi lenne, ha megélhetnénk mind a boldogságot? S szeretettel jobbá tennénk az egész világot. Messze zsong a hála ének, az én kedves kis falumban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul a földre imádkozni, az én kedves kis falumban a Mesiás boldogságot szokott hozni. A templomban hosszú sorban indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falukban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenne a nagy Isten, szent kegyelme súgna szálna. Az én kedves kis falukban minden szívben csak szeretet lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva szaja, de jó volna ünnepelni oda-haza, de jó volna tiszta szívből, úgy, mint végen, fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfelelni, de jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittem gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra! Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmája lenne a szomorú útra. Golgota nem volna, ez a földi élet egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Isten, és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra várna, igaz boldogság szállna a világ.